A Váci Mihály Kulturális Egyesület indított egy csoportot, ahol a művészet kedvelő fiatalok minőségi időt tudnak együtt tölteni és alkotni. Ez lett a Váfi csoport. Tavaly októberben a vers volt a fókuszban, és meg is jelent egy kötet, amelyhez az illusztrációkat szintén a csoport tagjai készítették. A lendület pedig nem állt meg, ezúttal a festészet és a grafika került a középpontba. Ez a következő állomás, hogy nagyon szépen alakul és fejlődik a csapat. Ez tehát nem egy állandó létszámú, ez állandóan változik, van egy biztos mag, akik aztán vonzák magukhoz a fiatal embereket, nagyon lelkesek, nagyon tehetségesek, arról nem vagy a kiállítás is bebizonyítja, nagyon tehetségesek. És hát várnak mindenkit szeretettel, akik akár alkotnak, írnak, festenek, fotóznak, filmeznek, vagy csak kedvelik a művészeteket, és szeretnének egy olyan társaságba kerülni, egy olyan társaságba tölteni az idejüket, amitől ezt mind megkaphatják. Most 3 fiatal vette a bátorságot, hogy alkotásainak egy részét időszaki kiállítás keretében megmutassa a nagy közönségnek a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár kamara termében. Az egyetlen hölgy kiállító színes képeket hozott, mint mondja, így jobban ki tudja fejezni önmagát. Ezek filccel, olajpasztellá vannak készítve, főként, illetve vízfestékkel, szóval ezért lehet az látni, hogy ugye egyik el van mosva, a másik pedig kicsit formásabb, mert hát amikor ezt a mesésebb stílust viszem, akkor általában filccel dolgozok, mert könnyebb ugye a vonalakat megrajzolni, viszont hogyha a realisztikusságra törekszek, akkor olajpasztellá vagy ugye vízfestékkel szoktam dolgozni. A színek mellett szinte teljesen fekete-fehér alkotásokat is lehet látni a kiállításon, de ezek már más alkotó filc tollából származnak. Viszonylag régebbi alkotásokról van szó. Ezek között van olyan, ami 10-15 éves, hogyha jól számoltam. Filc toll, ilyen alkotásokról beszélünk. Így mostanában inkább festek, tehát pont ezért gondoltam azt, hogy ezek végre, most akkor itt az ideje, hogy ezek is napvirágot lássanak. Van közöttük olyan, ami, tehát nyilván ezek lenyomatok, tehát van olyan, ami már nincs meg az eredeti példánya, épp ezért lenyomatok, de digitálisan ugye megvannak, tehát azért letisztítottam őket, úgymond. Tehát tollrajzok igazából. A Differencia címet kapott tárlat 3. kiállítója, a Kölcsei Televízió munkatársa. Engem a rajzfilmek, illetve a videójátékok azok, amik nagyon ihletnek. Általában van egy ilyen vibrás színviláguk, amik valahogy rám is hatnak. Ugyanakkor még azt is érdemes megemlíteni, hogy egy művészbarátom, Lukács János mondta egyszer, hogy amikor nekem rossz kedvem van, mondjuk éppen nem érzem valami annyira jól, mint általában, én akkor is ilyen valahogy színes, meg vidám képeket festek. Nem tudom, lehet, hogy ilyen pszichológiai feldolgozás magamban, nem tudom. Ezt nem csak maguk az alkotók érezhetik így, de a képek láttán a laikus nézők is pontosan tudják, mi zajlik le a művészben. Sőt, a több évtizede alkotó kreatív emberek is elismerik a fiatalok munkáját. Pont a kiállítás megnyitásával kapcsolatban gondolkoztam el azon, hogy mit jelent az, hogy valaki elkezd valamit, vagy nem, mert valójában a végtelen információból bármikor lehet meríteni, tehát hogy mindegy, hogy az első nap merítem ki, vagy már 30 év gyakorlással, de az ugyanúgy az az információ. Tehát, hogy én nem ismerném őket kezdőknek nevezni. Főleg a témákat, hogyha megnézi az ember, egész elmélyült lelki tartalmak vannak benne. A 3 fiatal művész munkái április 25-ig láthatóak a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár kamara termében.